azt gondoltam, hogy senki sincsen. Tudtam volna, hogy várakoznak itt, én megmondtam volna, hogy főzzenek valamit. Nem tudom, tudják mit az újság, gazdánkat az icaka kirabolták. A hús megették, a bort rá megitták, amíg új bor nem lesz, addig várjanak, azt mondták. Mégis dicsérettel legyen tele ez a hajlék, s csöndességgel legyenek, hogy beszédem halljék. Bár a szomorúság mitőlünk távozzék, aki nem tud semmit, az most tőlem tanuljék. Látják, uraim, az asztal már meg vagyunk terítve, kés kanál villával, s tányérra fel vagyunk ékítve. Jönnek is itt az étkek mindjárt sorjában, az a sok legrincs, leállj, nem állott hiába. De nehogy az Isten az asztalon meghűljön, s fölmelegít és a dologba kerüljön. Tessenek hát helyre telepedni, mi nálunk a gyomrát ne rontja meg senki. Az első tál étel észre a bagoly nyerítés. Azt követi majd a kemence nyögés, csirkeordítás, borjúkölgés, ezután érkezik majd egy üres kocsizörgés. Egy öreg sündisztó lesz majd végpácolva, s egy beteges boha lesz majd nyásra húzva. Sümpecsenye helyett a nagyfejsze foka, és 77 esztendős keréknek az agya. Lesz még itt gyereblenyér rántva, kukoricacsutka urosón meghántva, és olyan is lesz még, aminek nincsen párja. Fenyőfa tetején pergelt kása. Ez a magyaroknak híres eletelő. A fe az, amit szívesen megeszünk. Ha ezután is lesz még olyan, aki jól nem lakott, az deszert helyett lenyelhet egy-két pipa kupakot. Tésztaféle is tesz, tért kalács, nyakperec, reszelt szalmazsák, s aki a vacsonát javítványa fogyasztja, az a tűnyfa lombon drágyékos túl kapja. Szólít a musikra, táncolhat mindenki, csak vigyázzanak, hogy pucéről ne maradjon senki. De most már én többet nem is beszélek, hisz minden gunja az én versen, az vesse magára, akinek a gyomra üres sem marad és tárra. Na húzzá! Ezt a kerek előtt
és mi a magyar virtus? Muzsikáljátok el Rákóczinak híres indulóját! Hadd kezdje a magyarszony a táncát! Csak vígan a magyarszony! Gyönyörű Zsigmond, a magyar kultúra lovagja, nagy őkény!